Szinte az ebédszünet a legjobb a munkánkban. Saláta, vagy valami köret. De komolyan mondom, legalább krumpli. Ebben minden benne van, ami nekem kell. Zsír és protein. Miért te mit eszel? De tényleg, hogy tudsz ennyi húst tenni? Ez még nekem is undorító. 4 éves koromig nem ettem húst. Semmi. Meg? Barackos bébi kaja, brokkoli, meg ilyenek. De hús nuku. Nyista. Aztán a 4. szülinapomon a szüleim elvittek a Mekibe, és kaptam egy Happy Meal-t, dínós játékkal. Hát nem valami felelősségteljes dolog egy kisgyereket Mekibe vinni. A szüleim nem voltak felelősségteljes emberek. Nyitott ajtónál dugtak, pedig szemközt voltak a szobáink. Na mindegy. Szóval kaptam egy dínós játékot, és apu azt mondta, hogy a hamburgerben is dínó hús van, és ez annyira menő volt nekem, hogy legyőztem az undoromat, és megettem a hamburgert, és utána megettem még egyet, csak hogy utána történt egy kis baj. Onnantól kezdve csak dínó húst akartál enni. Így van. Szóval utána jöttek a dínó formájú mirelit húsok, és amikor azt már megszoktam, akkor bevállaltam egy bécsi szeletet. A bécsi szelet után megkóstoltam a steaket. Először teljesen átsütve, utána kicsit kevésbé, és utána véresen. Itt rákattantam, és csak mentem bele a szalonnát, zsírra lettem, külön a házi kolbász, az a legfinomabb. Oké, értjük. Na, de ha már így szóba jöttek a húsok, meg a kolbászok... Hogy ment a tegnap esti randi? Olyan együgyű vagy. Szóval rosszul. Ismétlem, együgyű vagy. És különben is szar a memóriát, ugyanis tegnap 2 randim volt. 2? Ezt mondjuk elfelejtetted közölni, hogy minek a picsámnak randizgatsz egyszerre 2 faszival. Tudod, volt 2 barátnőm, Olga és Helga. Nincs az Isten, hogy valakinek így hívják a barátnőit, hogy Olga és Helga. Pedig az enyémeket így hívják. Bocs. Együtt nőttünk fel. Sőt, együtt estünk át a tűzkeresztségen. Mármint, hogy együtt veszítettük el a szüzességünket. Na jó, várj egy pillanatot. Azt mondtad a múltkor, igen, hogy... egy orgián. Ismertük egymást kívülről, belülről. Tudtuk, mit akar az egyikünk, mit a másikunk. A tinikorunk ezután a szexről szólt. Az volt a baj, hogy Olga és Helga máshogy gondolkozott a pasizásról. Olga azt mondta, hogy rögtön rá kell ugrani a srácra, míg Helga azt mondta, hogy inkább várjak vele. A mai napig nem tudom, melyiküknek van igaza. Mindegy, szexelni viszont kell, ezért van egy taktikám. Mindig 2 pasiban randizom. Megnézem őket neten, amelyik jobban tetszik, azzal találkozom először, utána pedig a másik. Így volt ez tegnap is. Képzeljétek el, beszélgettünk, sétáltunk, elmentünk egy moziba, fekete-fehér filmet néztünk, művészmozi. Aztán elmentünk az étterembe, bort ittunk. Jó, tér már az érdekes részre, baszod. Jól van, utána adtam neki egy puszit, de akkor már annyira fel voltam izgulva, hogy elmentem a másikhoz, és leszoktam, és utána olyat dugtunk. Csak aztán megmondtam neki, hogy soha többet nem találkozhatunk. Hát igazán étvágygerjesztő történet. Köszönjük szépen. Ti kérdeztétek, én csak elmeséltem. De ugye te mesélsz az újdonsult szerelmednek arról, hogy leszoptál valakit, miután elváltál tőle? Hát figyelj, még nem vagyunk kapcsolatban, úgyhogy igazából semmi köze hozzá. Amúgy meg, hogyha összejövünk, akkor természetesen nagyon hűséges és tisztességes leszek. Most a munkáról, arról kérdezett? Ja, igen, és mondtam neki, hogy egy csomó pöcsfejjel dolgozom együtt. Van valami az ingeden? Ma vettem. Hát az nem fog kijönni, csak mosással. Hidd el, én rengetegszer jártam már így. Na, én befejeztem. Folytathatjuk. Amint látod, én még eszem. Én is. Nekem is van még egy pár falatom. Hát jó, attól én még dolgozhatok, nem? Tudod, hogy utálom, amikor dolgoztam, miközben eszek, vagy valami más csinálok. Kizökkent. Talán meg kellene tanulnod koncentrálni. Vannak hozzá jó módszerek, majd nyomtatok neked néhányat egy lapra. Mit szólsz? Csináld, ahogy jónak látod.
De nem adok bele a nyomtatás árába. Most te komolyan sajnálnál tőle 20 forintot, mikor csak segíteni akar? Nehéz időket élünk. Minden garas számít. Amúgy azt vágjátok, hogy a mai XY generáció lett az új bezzeg régen? Annyira kiakaszt, hogy ilyen fasságokon panaszkodnak. De változnak az emberek, meg változnak az idők is. Ja, változnak az idők. Pláne most, hogy a mi szakmánkat már nem úgy fizetik meg, mint valamikor. Jó, de ez a fiktív helyzet, miszerint én segítenék neked, egy elvi kérdés tulajdonképpen. Azzal, hogy nem fizetnéd ki a nyomtatást, csak magadtól vonnád meg a segítséget a mi jobb emberré tehetne. Magyarán ön sors rontó vagy. Nem ön sors rontó, csak kurva takarékos. Az én szótáramba tölt, hogy hívják? Soher Gezinem, bazd meg. Hívd, ahogy akarod, de amikor majd ott ülök a megspórolt 20 forintosokból a tengerparton és koktélt szürcsölgetek, na akkor majd rátok gondolok, jó? De hogyha segítenék rajtad, talán gyorsabban összejönne. Annyi, hogy elutazhass. De most miről beszélsz az előbb? Nem azt mondtad csak, hogy baszogatsz, hogy nem is nyomtatod ki azokat a kurva lapokat? Ezen a ponton már komolyan elkezdtem gondolkozni azon, hogy segítek rajtad. Annyira fárasztóak vagytok, komolyan mondom. Elkezdtem egy normális témát, és totálisan a földbe döngöltétek. Hát azért érdekesebb, mint a te nemi életedről kis előadást hallgatni. Szép! Figyeljetek! Arra gondoltam, hogy ha ráértek a jövő héten valamikor munka után, persze csak ha ráértek, akkor esetleg elmehetnénk így együtt meginni valamit, ha van időtök, mert szülinapom lesz, és hát gondoltam, olyan jó dumáltunk már, nem? Ja. Figyelj, ott leszünk, csak mondd meg, hogy hova és mikor. Ja, meg tudod mit, az első kört azt én állom. Jaj, meg a másodikat. Hát meg azért én is fizetek egy kört, hát én leszek az ünnepe. Mi van? Én minek fizessek? Hát három kör után úgyis ki leszünk ütve. Na? Melóra? Gyere! Összevérezted az ingemet. Ezért bizony extra büntetés jár.